Van még egy ágazat, amelyről nem beszéltünk, az pedig a kulturális ágazat, és ahogy beköszöntött a jó idő, bizony egyre jobban vágyjuk a szabad programokat is. Hogyan tudsz tervezni a város? Azt tudom, hogy július 15-ig sehogy, de hogy esetleg utána látunk-e már előre, vagy valami biztató hírt kaphatunk-e? Hát nehéz most még erre válaszolni. Valóban azt a döntést már meghoztuk, hogy július 15-ig az önkormányzati szervezésű rendezvényeket nem tartjuk meg. Ezt már önmagában is sajnáljuk, hiszen ezek általában jó hangulatú rendezvények szoktak lenni, de talán most mindenki érti, hogy egyrészt az egészség megőrzése a legfontosabb, ez tömegrendezvényeket ma nem lehet tartani, és hát közben ezeket a forrásokat pedig át is csoportosítottuk a járvány elleni védekezésre, illetve a munkahelyek megőrzésére, a szociális támogatások rendszerére. Ezek pedig most nyilván kiemelkedő fontossággal bírnak. Nehéz július 15-e után nézni. Én azért mindenképpen azt látom, hogy sajnos föl kell készülnünk arra, hogy a rendezvények tekintetében hosszabb ideig nem lehet majd kifejezetten nagy közönséget vonzó rendezvényeket tartani. Még nem hoztunk és nem is hozunk egyelőre ilyen jellegű döntést, de én szerintem augusztus végéig bizony megvan a veszélye annak, hogy akár a királyi napokat is érintve, hogy ezeket a rendezvényeket nem, vagy nem tudjuk akkora formátumban megtartani, ahogy egyébként a fehérváriak azt megszokták, és nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt évtizedben meg is szerették, de a legfontosabb az egészség védelme, és a védekezés megszervezése, a munkahelyek megőrzése és a szociális célú támogatási rendszernek a növelése, ez pedig adott esetben sajnos ilyen döntéseket is maga után vonhat, de itt néhány hetet még biztos, hogy várni lehet ezekkel a döntésekkel.